A Dél-Zalai Vízműz ZRT ebben az évben ünnepli a 100. születésnapját. A mai napon szabadtéri emlékparkot avattak. Ez egy állomása volt a 2016-os év jubileumi rendezvénysorozatának. Egy egész éves rendezvénysorozattal ünnepelünk, aminek része volt az ünnepélyek, szakmai, tudományos konferencia, sportrendezvények, és jelen pillanatban ugye ez az emlékpark avatás. És folytatjuk még az éves rendezvények sorát. Igazgató értekezlettel, egészség és mozgás központ avatással, és egy nyugdíjas találkozóval még. Hogyan sikerült kialakítani ezt az emlékparkot? Ehhez a szerelvényeket majdnem 10 éve gyűjtöttük. Eredetileg egy múzeumot szerettünk volna, vízmű múzeumot csinálni, de jött az ötlet, hogy hát sokkal egyszerűbb, ha itt kint van, mert aki múzeumban nem megy be, az is látni fogja ezt itt, és a ügyfelek, vendégek sokkal látványosabb és egyszerűbb itt megtekinteni, mint egy zárt múzeumba bemenni. Támogatók nyilván kellettek az emlékpark kialakításához, dolgozói hozzá, járulások, munka. Hát az emlékpark szerelvényeit a dolgozóink gyűjtötték össze, ők újították fel, tehát ez az ő munkájukat dicséri. A alapozás és egyéb az meg a Consultax Kft. És a Rino Kft. Munkáját dicséri. Az emlékparkon belül helyet foglal egy emlékfa, illetőleg egy kópjafa. Milyen emléket őriznek ezek? A kópjafa a valaha élt összes vízmű dolgozónak az emlékét ápolja, erre készült, és táblán, résztáblán fel vannak tüntetve az eddigi 8 vezető, aki 100 év alatt első számú vezetője volt a vízműnek. És az emlékfa a nyugdíjasoké? A nyugdíjasok fája egy fiatal törzsfa, ami reméljük több száz évig él. Ez a jelenleg élő nyugdíjas dolgozóink előtti tiszteletadása élete munkájukért. Az imént a jubileum kapcsán, az avatás kapcsán elhangzott az, hogy nagyon nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon a szakmaiság és a képzés, hogyha már a vízműnél vagyunk Nagykanizsán. Igen, egy cég csinált egy emlékparkot magának azért, hogy bemutassa azt a történetet, amit saját történeteként tudhat be magának, hisz 100 éves a vízmű, ez nagyon nagykor egy cég életében, és ebben az emlékparkban lehet látni azt, hogy honnét, hova jutottak el, akár technikában, vagy esetleg beszélgetés során, hogy technológiába hova jutott ez a céggel. És akkor, amikor ezt a parkot valaki végignézi, akkor elgondolkozhat azon, hogy mi emberi tudás van minden egyes műtárgy, vagy egyes gépészeti elem megalkotásakor, vagy megalkotásában, hisz egy tervező, egy jó szakmunkás, vagy sok-sok szakmunkás és sok-sok tervező munkának eredménye az, hogy valahonnét a mai technológiához, mai technikához eljutott egy cég, jelesül a vízmű a szolgáltatás mindennapjaiban. És akkor, amikor ezt bemutatja, és beszélgetnek emberek erről, akkor fölmerül az, hogy mennyi szükség van a szakképzésre, legyen az egy felsőfokú szakképzés, egy mérnöki képzés, vagy éppen azok a szakmunkásoknak a képzése, akik ezt a mérnökök által megálmodott tervet megvalósítják, azzal a nagyon-nagyon komoly szaktudással, amit viszont iskolában és a mindennapok munkájában ők szereztek meg, és ők tettek hozzá ehhoz a munkához, amit a mindennapokban végeznek. És ez van, így van a Dél-Zalai Vízműnél is, hisz ahhoz, hogy nagyon-nagyon sok embernek Nagykanizsán és térségében jó minőségben tudják ellátni a szolgáltatást, ahhoz jó szakemberek kellenek, nem csak vezetői szinten, hanem azon a szinten is, ahol a tényleges manuális munkát végzik. Ez viszont, hogyha ezt bemutatjuk egy emlékpark keretében, vagy egy beszélgetés keretében, vonzóvá tudja tenni a szakmát. Vonzóvá tudja a vizes szakmát, vonzóvá tudja tenni a gépészeti szakmát azon fiatalok előtt, akik most vannak pályaválasztás előtt. És erre hívtam fel a figyelmet, hogy azon túl, hogy a vízmű jól végzi a szolgáltatást, jó minőségben szolgáltat nekünk, ezzel a parkkal egy olyan szolgálatot is tehet ennek a nagy közösségnek, Kanizsa és térségének közösségének, hogy orientálja a fiatalokat egy bizonyos szakma, vagy egy bizonyos szakmacsoport irányában, kedvet hozhat fiatalok számára meg arra, hogy szakmát tanuljanak, hogy a szakképzésben vegyenek részt, és majd valamikor a vizes szakmába el is tudjanak helyezkedni.